A közgyűlésen elhangzott, a városnak garantálni kell a közszolgáltatások stabil működését, ehhez több döntést is meg kellett hozni. Cserpalkovics András elmondta, hozzá kellett nyúlni egyéb bevételek és kiadások tekintetében is a költségvetéshez. Csökkennek az önként vállalt feladatokra biztosított források, amik különböző támogatásokat és rendezvényeket érintenek. A döntéseknél azt tartották szem előtt, hogy a legrászorultabbakat ne terheljék tovább. Két nagy döntést is hoztunk. Az egyik csomagban eldöntöttük, hogy milyen díjakat nem emelünk 2022-ben, és aztán eldöntöttük, hogy mely díjakat viszont megemeljük ebben az időszakban. Amit nem emelünk, az a közétkeztetés díja, tehát ez marad változatlan. Marad változatlan minden idősügyi és szociális ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati szolgáltatási díj, és marad változatlan a szociális bérlakások és a költségtérítéses lakásoknak a díja is. Idén ezen a területen nem lesz emelés. Augusztus 1-től a parkolás, a temetkezési szolgáltatások, a közterület használat tekintetében, vagy például a Hímerház bérlete vonatkozásában emelésre kell számítani. Szombat délelőtt fizetőssé válik a parkolás, az egy óra ingyenes lehetőség azonban továbbra is marad Székesfehérváron. A közösségi közlekedés kapcsán megszületett a döntés, augusztus 1-től, aki elektronikusan veszi meg a menetjegyét vagy a bérletét, az ugyanazon az áron válthatja meg ezeket, papír alapon viszont drágolásra kell számítani. A közgyűlésen jelentette be a négyfős ellenzéki frakció egyik tagja, a Momentumos Barlabás András azt, hogy lemond képviselői mandátumáról. Július 15-től, tehát a következő hónap 15-től lemondok a képviselői mandátumomról. A döntésem háttere családjogokra vezetett vissza, úgy érzem, hogy nem tudom összeegyeztetni a munkámat. Megköszönte az itt élők támogatását és jelezte, a fehérváriak egy sokkal nagyobb képviselettel fognak rendelkezni, hiszen a Momentum elnöke a székesfehérvári kötődésű Gelencsér Ferenc lett. Rászné Földi Judit, a DK önkormányzati képviselője elmondta, július 15-e után 30 napjuk van arra, hogy új közgyűlési tagot jelöljenek. Ezt követően újra gondolják az ellenzéki frakciót, és akkor döntenek arról is, hogy ki lesz az ellenzéki frakció vezetője. Az infláció hatása, illetve a háborús helyzet okozta károkat minden magyar ember és minden székesfehérvári érzi a bőrén azzal, hogy bemegy a boltba és vásárol. Éppen ezért mi azt gondoljuk, hogy nem kellene őket jobban terhelni, akár a parkolási díjak esetében, akár a temetkezési költségek esetében. A temetkezési költség az, ami azt gondolom, hogy a legjobban fáj. Rácné Földi Judit a közgyűlési felszólalása során kifejtette, nem értenek egyet a kormányzati döntésekkel, így a 7 milliárdos elvonást eredményező szolidaritási hozzájárulással és a mintegy félmilliárdos gépjárműadóval sem. Erre az ellenzéki véleményre jegyezte meg Cserpalkovics András, hogy ellentmondásos a szolidaritási hozzájárulás mértékét bírálni, úgy, hogy közben a globális minimum adót sürgetné az ellenzék, ami valójában az iparűzési adó drasztikus csökkentését, esetleg teljes megszűnését eredményezné. Molnár Tamás, a Fidesz frakció vezetője kiemelte, egy város vezetésnek a legfontosabb feladata, hogy felelősség teljesen a kötelező feladatait ellátva gondoskodjon mindenkiről Székesfehérváron. Éppen ezért stabilizálták azokat a szolgáltatási árakat, amik sújtanák a székesfehérváriakat. Rengeteg olyan döntést hoztunk, amelyek stabilizálják azokat az árakat, azokat a szolgáltatási árakat, amelyek a rászorulóknak időskorúk ellátásában, vagy akár a menzatérítés tekintetében a székesfehérváriakat sújtaná. Ezek az árak nem változnak, viszont vannak olyan döntések is, amelyeket meg kellett hoznunk, amelyek némi emeléssel nem csak egyébként bevétel növelési szempontból, hanem egyébként akár forgalomszabályozási szempontból is hasznot hoznak a székesfehérváriak számára. A Fidesz frakció vezetője úgy látja, sokszor a politikai ideológia az ellenzéki képviselők fejében fontosabbnak tűnik, mint a stabilitás.